Folytatom a Samária asszony történetét. Két pofon egyszerű, rövid üzenettel készültem mára. A Samária asszony sikertelen terelése után Jézus világosan és egyértelműen feltárta az asszony előtt messiási, krisztusi kilétét. Erre az asszony pedig ott hagyta korsóját, elment a városba és szólt az embereknek, jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Mit látunk itt? Azt, hogy ez a hátrányos helyzetű, megvetett. Valószínűleg hiteltelen asszony a saját városában hirtelen Jézus hírnöke lesz. Ráadásul hiteles hírnöke. Hiszen hallgattak a szavára, és kiment Jézushoz a város apraja és nagyja. Ez alapján az a tanácsom számodra, számomra, hogy kövess te is a samáriai asszony példáját. Ha már találkoztál Jézussal, és felismerted, hogy ő a messiás, a Krisztus, akkor menj haza a rokonaidhoz, menj el a barátaidhoz, az ismerőseidhez, a szomszédaidhoz, és mondd el neki, hogy kivel találkoztál. Ha ne talántál aggódnál, hogy ezek előtt, az emberek előtt, a múltad miatt nem vagy kellően hiteles, hát csak jusson eszedbe. A samáriai asszony múltja sem volt ám makulátlan. Mégis nagy lelkesen hívta Jézushoz az embereket. A városában ő lett Jézus hírnöke. Ő lett az, aki összekapcsolta az embereket Jézussal. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott, megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt két napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Ez a néhány, talán mosolyt fakasztó sor óriási jelentőséggel bír, szerintem. A város lakói az asszony szavai alapján kezdtek el érdeklődni Jézus iránt. Majd kezdtek el vele beszélgetni. De a Jézus személyre vonatkozó meggyőződésüket már nem az asszony szavaira építették. Mivel maguk találkoztak Jézussal és hallották a szavait, a tapasztalatuk alapján lett szilárd, személyes meggyőződésük, mégpedig az, hogy Jézus a világ üdvözítője. Bizony számunkra sem elég, ha pusztán a szüleink, a nagyszüleink, a barátaink, vagy bárki más szavaira építjük a hitünket. Én egyetemi éveim alatt egy barátomtól hallottam először Jézusról. Aztán Jézus szavait megismerve, meghallgatva, Jézussal találkozva jutottam el a következő személyes és mély meggyőződésre. Jézus az én üdvözítőm. Ez a te meggyőződésed is? Jézus a te üdvözítőd?